Molnár Jánost, Berekfürdő polgármesterét arról kérdeztük, hogy a koronavírus járvány mennyire írta át a közmunkaprogramjukat. Mint kiderült, időben elindulhatott mindkét közmunkaprogramjuk a kertészetben és a térkőüzemben is. Alapvetően is nagy közmunkaprogramunk. Két kicsi van, az egyik a kertészet, ott 11-nehány fővel dolgoznak, a másik pedig egy térkőgyártás, ott pedig 5 fő, tehát kis létszámok. A kertészetnél most az a pozitívum, hogy ez szabadban van. Több hektáros területen szét tudnak szóródni az emberek, tehát a kellő védőtávolságot mindenképpen tudják tartani egymástól. Ami nekem külön öröm, hogy amikor beindult ez az egész, és még alig tudtunk valamit a koronavírusról, csak azt tudtuk, hogy feltétleníteni kell, kézmosás kell, távolságtartás kell, ezt már tudtuk akkor is, és váratlanul mentem ki a kertészetre. Éppen úgy értem oda, hogy akkor mentek, volt egy rövid szünetjük, azt láttam, hogy még nem is láttak engem, hogy megyek, tehát nem azért tették, hogy jön az ellenőrzés, és most aztán be kell tartani valamit, hanem ki volt téve a kézfertőtlenítő, kézmosás, mentek szépen tisztes távban egymástól, csinálták, kézfertőtlenítés. Ezt nagyon jó volt látni, hogy egyszerű emberek értik, tudják, hogy miről van szó. Nem azért, mert ott van a főnökük. Ráadásul a munkai vezetőjük is éppen el kellett mennie valahova, tehát gyakorlatilag maguk voltak. Ez kimondottan jó érzés volt ezt látni. A térkőzemnél ott is öten vannak összesen, ott is tarthatók ezek az előírások. A kertészetben javában palántáznak, sok virágpalánta kikerült már a közterekre is. Új növényeket nem terveztek. A piac éttermek mellett a feldolgozó üzemek termelnek, és több növényt fóliában is nevelnek. Gyümölcsfaültetvényük még nem termő, de a többi növényt feldolgozzák és értékesítik. A korábbi évekhez képest annyi változás van, illetve ez már tavaly évben elkezdődött, de akkor még csak nagyon kis mértékben, hogy a feldolgozó üzemnek is termel a kertészet most már. Olyan nagyon új dolgunk nincsen, illetve olyan van, hogy a szambóca az több van most, mint korábban. Itt fóliában is termeltek szambócát, de van szabadtér is. A korábbi ültetésű mána, azt még tavaly nem tudtuk használni, most már azzal a reménységgel vagyunk, hogy most már lesz mána termésünk. Gyümölcsfaültetvényünk van egy viszonylag nagyobb, ott még azok még nem fordulnak termőre, tehát ott még csak az ültetések voltak meg. A többi az korábban is megvolt, most már az uborka kezd, főleg a fóliás uborka. Ami fóliás, azt nyilván feldolgozni nem érdemes. Feldolgozásba egy nagyon kis próba mennyiséget azért kaptunk a fóliából is, hogy mégis ki lehessen próbálni, hogy az uborkát hogy csináljuk, és jó híreim vannak, mert nagyon finom lesz az uborka, az üveges savanyú uborka, de itt a nagyobb mennyiséget meg kell várni, amíg a szabadban lehet, hiszen a fóliás az kicsit drága ahhoz, hogy azt befőttként vagy savanyúságként áruljuk. Az utóbbiban vannak gondjaik, hiszen Berekfürdőben nincsenek most vendégek. A bezárt szálláshelyek, éttermek sem rendelnek tőlük, így az új üzemvezetőnek a piackutatása feladata. Próbálkoznak a házhoz szállítással is, de nagyon nehéz új piacokat találniuk. A feldolgozott termékeknél elsősorban arra építettünk, hogy az idejövő vendégek, az éttermek, szállodák, tehát a vendéglátásban elég sokat fognak venni az étkeztetéshez, illetve a vendégek pedig a kis kiszerelésű termékeket keresik, de ha nincs vendég, akkor mindez nincs. És most gyakorlatilag új piacokat kell keressük, ez nem megy olyan gyorsan. Látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol a kiszállítások működnek, de mint feldolgozó, ezt nehezen tudjuk. Van olyan próbálkozásunk, hirdettük Karcagon is, hogy esetleg házhoz szállítunk, de nem indult be úgy, ahogy ezt terveztük.
még azért próbálkozunk, ha beindulna jobban, akkor ezt csinálnánk. Ez egy nehéz kérdés, mert a piac az nagyon fontos. A termékeinket dicsérik, most nem csak azért, mert én a magamért dicsérem, hanem tényleg jókat hallok másoktól is. Remélem nem azért, mert nekem csak a jót merik mondani, hanem tényleg jó. De ennek a komolyabb piacra van szüksége. Bíznak abban, hogy hamarosan jöhetnek a turisták, és újraindulhatnak a szállásadóhelyek, éttermek is, hiszen a megtermelt zöldségeket és a feldolgozott termékeket, ivóleveket, savanyúságokat, lekvárokat szeretik a vevők, a visszajelzések alapján így bizakodóak a település jövőjét illetően.